Mától hatalmas mezőnnyel, a világranglista teljes élmezőnyeivel Budapesten indul a férfi és női párbajtői Grand Prix, amely az olimpiai kvalifikációt hozhatja 100 MS-e számára, míg a már riói résztvevő férfi csapat esetében az egyéni helyekről dönthet. MS-e mesterével, kulcsárgyőző olimpiai bajnok mesteredzővel melegítünk most erre a fontos hétvégére. Jó reggelt kívánok, szervusz! Hát ugye a Vívósport 7 kvótánál tart, sőt mondhatjuk azt, hogy inkább 8-nál. Úgy körülbelül erre lehetett számítani Rio előtt? Mit gondolsz? Én azt hiszem, hogy ez a hogy mondjam, a csúcsa járatása a mostani állapotában a sportágunknak. Tehát én egy kicsikét pesszimistábban láttam korábban a helyzetet, de hála Istennek nem nekem volt igazam. Most még az MS-ének van egy komoly feladata, és ha ezt meg tudjuk oldani, akkor azt hiszem, hogy a magyar vívás jelleni erején felül tud teljesíteni, ami a kvótaszerzés. Igen, azt mondja ugye a szövetségkapitány, 8-10 hely, talán még a 10 is meg lehet, az biztos, hogy nagyon komoly erőn felül teljesítés jelentene. Az én nekem ez az érzésem, igen. Hát igen, és ugye itt vagyok kíváncsi arra, hogy látod, ugye női törben, férfi párbajtörben, még 40 körüli ászok viszik a prímet, tehát meg lett veterán harcosoknak, igen, kell a vállukon vinni a fegyvernemeket. Hát én az életem meg nagy részét ezekkel együtt töltöttem, és azt kell mondjam, hogy kiváló sportemberek, remek fizikai és mentális állapotban vannak. Ez az egyik oka annak, hogy még itt vannak, és nem csak a hazai mezőnyel veszik fel a versenyt, hanem a nemzetközi mezőnyel is. Ugyanakkor a hátulról jövő éhes kis farkas kölykök, nem tudok más nevezni, azok egy picikét még nem nagyon látszanak. Tehát férfi, azért ez az utánpótlás kritikája is, igaz? Utánpótlásról beszélek. Olyanok, akiket annak idején a Vas Imre bácsi nekünk, amikor kisrácok voltunk, azt mondta, hogy mi vagyunk az ő farkas kölykei, és semmi más dolgunk nincs, mint a nagymenőknek a bokáját, a sarkát kezdjük el harabdálni, és amikor már valamelyik elesik, akkor szét kell szedni őket. Most férfi párbajtőben látok ilyen csoportot, egy nagyon jó kis csoportot, és ha azzal jól tudunk gazdálkodni a jövőben, az olimpia után szerintem már közvetlenül, akkor ott nagyon komoly dolgokat lehet csinálni, és egy folyamatosságot a férfi párbajtőben. Tehát ott egy generációs szakadék nélkül lehet majd megváltozni. A váltást. Igen, egy generációs szakadék van, mert ezek a 30-es évek második felévé lévő idősebb versenyzők, ezek pedig 20 évesek, tehát van közöttük egy bazinak szakadék. Úgy értem, hogy időben nem fogunk belezuhanni szakadékba, hanem ők át tudják venni. Ez az érzésem is. Vannak egy jó páran, egy 6-7-8, ami tényleg jó számnak mondható, van. A női vonalon ott egy kicsikét borulátóbb vagyok. Igaz, hogy a női törben nem is vagyok annyira felkészült, mert nem nagyon azzal foglalkozom, de azért ott már évek óta ugye az a szomorú helyzet, hogy egy hazai válogató, felnőtt válogató verseny van 15-16-20 induló, és ebből a kétharmad a juniorkorú gyerek. Tehát ott nem látom azt, hogy fog ez tovább menni, és akkor söpörjek a saját házam táján, ugyanez a helyzet a női párbajtőről is, hogy van gyerek, sok gyerek van ezzel az olimpici mozgalommal. Tehát létszám az megvan? Nálunk párbajtőrben megvan a létszám, de hát a minőség az hagy komoly kívánnivalókat maga után. De miért? Sajnos. Hát ez egy jó kérdés, erre mondják, ez az 1 millió dolláros kérdés, ugye, mert ugyanazok az edzők dolgoznak a fiúkkal is, meg a lányokkal, és ugyanazok a korosztályokkal. Itt sikeres, itt kevésbé sikeres. Ha ezt valaki meg tudja fejteni, akkor őt igen, meg most az edzők nyilván nem felejtettek el. Nem, ők dolgoznak, csinálják elhozni a saját dolgokat. Talán ez most egy olyan időszak, hogy a lányok egy kicsikét, hogy mondjam, félénkebbek, vagy kevésbé vagányak. Nagyon nehéz kérdés. És a magyar vívás jövőjét nézve, ez egy nagyon fontos kérdés. Ezt sürgősen meg kellene tudni oldani azt, hogy a mostani utánpótlás juniorkorú gyerekek hogy tudnak beépülni a felnőtt válogatottba, hogy tudnak integrálódni a nemzetközi felnőtt mezőnybe. Vannak erre lehetőségek, csak hát ezt akkor ezzel élni kéne. Valakinek el kell dönteni, valakinek le kell tenni egy programot az asztalra, és akkor azt végre kell hajtani. Van rá megoldás. Na most mindezek alapján duplán súlyos a teher 100 MS-e vállán, hiszen helyt kell állnia a szakágért is, meg hát tartania kéne a frontot. Mennyire bonyolult most a budapesti Grand Prix előtt, még nincsen ugye kvótája, igen, jó lett volna, ha már lett volna korábban, mennyire bonyolult az ő elvileg kedvező helyzete? Nem bonyolult, az ő helyzete az roppant egyszerű.
Ő jelenleg kiutazó helyen van, tehát ha most lezárulna a kvalifikációs sorozat, akkor ő kimarna a Riói olimpián. Van még ez az egy verseny, és az a helyzet, hogy van egy olyan versenyző, mondjuk inkább kettő, de egy reálisan, aki megelőzheti. Magyarul az a történet, hogy neki a svéd Samuelsson előtt kell végeznie. Ha a Samuelsson a 64-ben van, akkor neki is a 64-be kellene, akkor már ugyanez a helyzet. Ha a Samuelsson 32-be bejut, akkor neki be kell jutni a 32-be. De ha a Samuelsson döntőt vív, akkor együtt kell akkor neki meg kell járni a döntőre a Samuelsson. Ez a veszélyesebb ellenfél, akit ugye a közvélem nem is nagyon ismer, hogy ki ez a Samuelsson, de ez tavaly a világbajnokságon a döntőbe bekerült, és ez a párbaj, hogy fejjelen jellegéből fogadóan, bármikor előfordulhat, hogy egy viszonylag, mondjuk úgy, hogy közepes tudású ember egy jó napot kifog, és oda tud élni. Van még egy veszélyes ellenfélő, a Britta Heidemann, egy német vívónő, hát nem nagyon kell bemutatni. Hát őt nem kell bemutatni. Olimpiai bajnok, világbajnok, mindent megnyerte, amit meg lehet nyerni. Ő valószínűleg csak akkor tud kijutni, hogyha megnyeri ezt a holnap utáni versenyt. Ez azért egy komoly feladat, ez nem egy egyszerű dolog, de ismerve ezt a hölgyet, ez mindenre képes. Ez ő, ahogy én ismerem őt, kifejezetten szereti azokat a szituációkat, ami minél zavarosabb, minél bonyolultabb, minél átláthatatlanabb. Például, amikor hátra van 2-3 másodperc egy asszóból, ő akkor kezd kivírulni, akkor valami olyan gátlásokat tud levetni, hogy hát ő volt az a híres, aki azon a londoni olimpián az utolsó 2 másodperc, 3 vagy 4 tussalat, ami fizikai lehetetlenség, de beadta. Szegény kórai lányt úgy kellett levinni a pásztor, aki idején már nem akart lebonulni. Na most... Tehát ez az MSZ helyzete. Na, ilyen szempontból akkor most MSZ-nek mi a megoldás? Az MSZ-nek az a megoldása, amit idáig, hogy dolgozott, nagyon tisztességesen dolgozott. Most egy 3-4 napos edzőtávon voltunk a román válogatottal, ennél jobb edzőpartnereket nagyon nehéz találni, a román női csapat az egyik legerősebb most a világon. Szatmárnémetibe készültek ők, mert onnan jönnek ide Budapestre. Hát megengedték, hogy velük készüljünk. Előtte vele az a baj, vagy az ő gondja az, hogy nincs itthon megfelelő edzőpartnere. Hát akkor visszajutottunk a hátországhoz, igen, ugyanígy. Hát ugyanott vagyunk, igen. Hogy neki, ha egy női edzésre elmegy, ő gyakorlatilag meg se izzad. Ami nagyon nagy baj. Most ugye mondják azonnal, és nincs más megoldás, és kézen fek, hogy akkor vívjon a fiúkkal. Ő vív a fiúkkal, ezzel semmi gond nincs, hát még a junior fiúk is ugye sokkal erősebbek, sokkal dinamikusabbak, sokkal gyorsabbak, sokkal nagyobb vehemenciával vívnak, tehát más az egésznek a ritmusa, más az egésznek a dinamikája, ami jobb, mint a semmi, de félre viszi. De neki igazából nagyon erős női riválisokkal kell vívni. Pontosan, erről van szó, és ez nagyon-nagyon nehéz. Ugyanis az éles versenyeken nem junior fiúkkal kell vívni. Őt szeretik, a nemzetközi mezőnyben nagyon szeretik, elismerik. De így is lehet néha érezni, amikor jelentkezünk, hogy ott meghalljuk, hogy valahol van egy edzőtábor, akkor azonnal jelentkezünk, hogy szeretnénk részt venni. Még nem utasítottak vissza minket ilyen egyértelműen, de úgy, hát ő egy ellenfél végül is. És azért de azért ilyen mondják, hogy elfogyott a kajai együtt. Hát igen, akkor valami nincsen szoba, vagy túl sok gyereket kell. Egyelőre megoldottuk, úgyhogy felkészültünk erre a versenyre, az az érzésem, amit a lehetőségek szerint meg tudtunk csinálni, azt megcsináltuk. Nagyon bizakodóan nézünk eléje, ő is hisz benne, meg van győződve, hogy meg fogja csinálni. Hát én nagyon drukkolok neki, mert ha ez nem sikerül, akkor sincs még minden veszve, mert akkor van még ilyen pót selejtező, ilyen hülyen kifejezve a dolgot, ami azt jelenti, hogy azok a nációk a Európából, akiknek még egyetlen kvalifikált versenyzőjük sincsen, azok vívnak egy versenyt, úgyhogy minden országból csak egy indulhat, és aki ezt a versenyt megnyeri, az szintén kap egy kvótát. Na most ezt egy versenyt párbajtőrbe önmagában úgy indulni, hogy megnyerni, ez már nem egy egyszerű történet. Na most itt ugye a két jelölt közül valamelyik benne marad ebbe a kalapba, ott megint összekerül ez a csata, előről kezdődik. Na jó, a legjobb lenne akkor ezt elrendezni Budapesten. Az utolsó kérdésem, ha sikerül, legyen így, akkor hogyan folytatódik majd a programja, mert ugye MSZ kvalitásai alapján mondhatjuk azt, hogy éremesélyes lenne Rióban? Igen, hát
Ez az az örökké, ez elcsépelt mondat, hogy nehezebb kijutni, mint ott eredményt elérni. Ha sikerül, akkor le fogunk ülni vele, meg a szövetség illetékes vezetőjével, és megpróbálunk egy felkészülési programot összehozni, ami valahogy illeszkedik a szövetség programjába is, mert ugye ez magától értetődő, mert még lesz egy Európa-bajnokság is, és hát neki egy egyéni, abszolút egyéni programot kéne összeállítani, amivel hát sok-sok külföldi edzőtábort próbálnánk mi valahogy beszuszakolni, hát ez kérdés, hogy mennyire sikerül, de én azt mondom, hogy most kivételesen ne szaladjunk előre, ezt a hétvégét várjuk meg. Várjuk meg. Szusszadjunk egyet, és aztán már, az már egy örömbe szózon gondolkodni. Végére értünk, akkor hajrá a hétvégére. Sok sikert. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.